Talpra magyar, Petőfi tisztelete a Kárpát-medencében és azon túl címmel nyitottak kiállítást március 15-én a József Attila Városi Múzeumban. A paravánokon olyan Petőfi emlékek láthatók, melyek szobrokat, emlékműveket, táblákat mutat meg a világ legkülönbözőbb pontjairól. Petőfi szobrok szinte minden magyar településen léteznek, de akad belőlük Bécsben, sőt Clevelandben is. A fotókat dr. Tarjányi József gyűjteményéből állították ki, aki a Makói Múzeumnak adományozta a 66 fotóból összeállított sorozatát. Ő kiskunfélegyházi születésű, de nem fotós, hanem agrármérnök. Jelenleg egy japán növényvédelmi kutató és fejlesztő cégnek az európai képviselője, de több éve felkutatott közel 700 Petőfi emléket a világon. Ezeknek nagy többsége szobor, de van köztük emléktábla és dombormű is. Nem csak ezzel a kiállítással adózott 1848 előtt a Makói Múzeum. Március idusán a gyerekek is visszatekinthettek a reformkorba egy kézműves foglalkozás keretében. A nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó történeti játszóház zajlik, ahol huszárcsákot készíthetnek a gyermekek papírból egy eredeti sisak, vagyis csákó alapján, illetve kokárdát lehet színezni a kisebbeknek. Papírhuszárt lehet készíteni, illetve szélforgót, és az is március 15-éhez kapcsolódó szimbólumokkal van ellátva. A kicsik legkedveltebb elfoglaltsága a színező volt, a nagyobbak más programmal mulatták idejüket. Huszársapkát csinálok, és majd utána ilyen szélforgót. És hogyan készül ez? Hát úgy, hogy át kell rajzolni ilyen sablonokat, és aztán meg majd össze kell ragasztani. A múzeum ezekkel a programokkal emlékezett meg a forradalomról, a kamaratárlat egy hónapig tekinthető meg a József Attila Múzeum emeletén.